menje. Jó estét kívánok mindenkinek, elnézést az zavarásért, de itt egy nagy, egy kopasz főfény azt mondta, hogy nem lehet bejönni csak úgy, meghívó nélkül, pedig a főnök a lelkemre kötötte, hogy ma este itt és most nekem meg kell jelennem. Ez az utolsó helyszín, hála Istennek. Reggel óta tekerem a biciklit, két defektem volt itt a hegyekbe. Ja, itt földek vannak. Ha mindegy, a főnök azt mondta, hogy jöjjek ide be, ugyanis az egyik kedves vendég, aki ez a lakodalmi rendezvényre hivatalos volt, felhívta őt, és személyesen kérte arra, hogy egy 50 perces előadással kedveskedjen a Magyar Posta, az ifjú pár részére nászajándékként. Az előadás címe Magyarország története idén során a Magyar Posta helye szerepe a rendszerben. Ne ijedjenek meg, én sem tudnám elmondani még két percben sem ezt az egész történetet. Viszont, hogyha lenne önök között olyan személy, aki civilben ezt az egyenruhát hordja, egy 48 percben kisegíthetne. Van önök között postás? Postás az én! Hát akkor civilben hogy hordja ezt az egyenruhát? Magyar Posta. Részegem. Nagyon jó. Tehát ha nincs, akkor igazából összefoglalnám néhány percben a főnök, amit a lelkembe kötött, ugyanis az én főnököm a világ legjobb főnöke. Nem tudom, van-e önök között így még valaki ezzel? Aki azt mondja, hogy nincs, annak nincs itt a főnöke. Robi nem mondta, hogy nincs. Na kérem szépen, de nem csak a világ legjobb főnöke, a legokosabb is, ugyanis Magyarországon az egyetlen és a leglelkisebb intézmény az a Magyar Posta, és tele okos emberekkel, mint én is. Minden problémát meg szoktunk oldani, de ennek a dolognak a végére még nem jutottunk. Az az igazság, hogy a főnököm nagyon sok helyen próbálkozott azzal, hogy a rendelkezésünkre bocsátott felcímzés nélküli borítékot a címzethez kézbesítsük, de még erre sajnos nem volt lehetőség. Azt tudják, hogy a magányos férfi ember és a levél között mi a kapcsolat? Hát mindegyik kézbesül. Viszont a főnököm az egy nagyon okos ember, és azt mondta, hogy a levelet csak úgy fogjuk tudni kézbesíteni, hogyha egy ilyen kisebb-nagyobb közösség előtt felolvassuk, hát ha köztük van a levél címzetje, vagy netán az írója, vagy mindkettő. Úgyhogy én így járnék el ebben az esetben, hogy a főnök a lelkemre kötötte. Az a baj, hogy a főnök reggel összecserélte a táskákat, és az övét akasztotta a nyakamba lehet, és hát én sem látok túl jól, de a főnök aztán egyáltalán nem lát jól, kivéve ha ezt a szemüveget fölteszi, mert ebben ő még a jövőt is látja. Legalábbis lát benne valamit ott a távolban. Valami fényt állítólag. Az a baj, hogy nem, de ezt többször fölvettem ezt a szemüveget, és a látásomon igazából semmit nem segít. Viszont a beszédközpontomra olyan hatással van, hogy nem tudom magam kifejezni folyamatosan, de ezért elnézésüket kérem. Kérem, de a levelet elolvasnám. A levél az így szól. Kedves Tata, nem is volt rajtad a szemüvegem. Kedves Tamara. Levelet megkaptam és bába átra mondhatom, hogy örömömben össze-vissza szaladgáltam az udvaron. Jó érzés arra a dologra gondolni, hogy az erdőszélén megbarátkozhattam veled. Jó esett megsimogatni a sejmes hajadat, majd hozzádörzsölni a szőrös pulóveredhez. Mikor elővetted a mellettem lévő táskából a zsebkendődet és megtörölted a picike szemedet, akkor én úgy éreztem, hogy emelkedik a farunk alattunk, amin ülünk. Örömömben nyomban megfogtam a cinege madarat is neked. Már akkor is szerettél a természet lágyolén
barangolni, megfogtam a picike kezedet, erre azt mondta, nyalj, láttam rajtad is azt a nagy örömet, amit megláttad a falu mellett azt a nagy erdőt. Pedig nem is tudtad, hogy én egy nagy falusi gyerek vagyok. Szerintem te is hibás vagy benne, hogy akarod felcsíkázni egymás kedélyeit, de láttam, te is azt az örömet nyomban megbarátkoztunk. A baj csak az volt, hogy nem akart felállni a farunk, hogy magunkra adjon bennünket. Kedves Talamara, most legszívesebben rajtad felejteném a tekintetemet, de mivel messze vagy, tudod, mit teszek most? Szépen kiverem a falu együtt töltött szét a belmékét a fejemből. Szeretettel gondolok a te kis piros orcádra, és sokszor csókol a te nagy falusi barátod, Robert. Hát ennyire ezzel, kedves Robert, ezt a levelet már a főzetnek adnám át. És arra kérnek benneteket nagy tisztelettel a főnöknek, ne említsétek, hogy nem tudtam ezt a levelet azért rendesen felolvasni. Viszont a főnökömet nem győzöm reklámozni. A főnököm egy igazi magyar ember, ez a tapsgép is az övé. Ő a magyar színek rajongója. Ha valaki messziről is úgy látná, hogy ez kék, az csak azért van, mert annyit használja, VB, EB, izé, mit tudom én. Nagyon jól lehet vele szurkolni. Meg egyesek szerint, hogyha szól a taps, akkor egy ifjú párnak viszont mit kell csinálni? Csókolózni! Hát próbáljuk ki! És akkor hadd ne mondjam, hogy a főnököm azt is tudja, hogy mitől fognak az örömszülők csókolózni. Ha ez a taps vas taps lesz, na akkor ők is fognak! Köszönöm a figyelmet! Nem akarom ezt látni.